Tom Grace egész életében kertészként dolgozott az északnyugati parton. Nagyon szeretek a szabadban dolgozni, a természet közeli környezetet szeretem. A 90-es évek vége felé munkaközben baleset érte egy faaprító miatt. Beleraktam a fát az aprítóba, ami nagy erővel darál, így erősen kell tartani. De megrántotta a karomat, és mint később kiderült, a forgatóizmom elszakadt. Nem volt egészségbiztosítása, sem elég pénze, hogy orvoshoz menjen, így saját maga kezelte fájdalmát. Igazából annyit tettem, hogy óvatosan használtam, és vigyáztam rá, hogy ne fájduljon meg. Ha mégis, akkor éjjelente valami meleget raktam rá. Nem terheltem vezetés közben, a könyöklön pihentettem. Sokkal kényelmesebb volt így ülni. Az évek múlásával a fájdalom egyre rosszabb lett. Munkatársaitól kért segítséget. Ha túl magasra kellett emelni valamit, vagy a sövénynyírót kellett használni, az nem ment. Akkor több napig fájdalmaim voltak. Végül a mindennapos dolgok is fájdalommal jártak. Még a készfogás is bajos volt, mert néha én már befejeztem volna, de a másik még nem, és akkor rándított egyet a kezemen. Attól a vállam is megfájdult. A végén odáig jutottam, hogy nem bírtam emelni. Évek múltával lett biztosítása is felkeresett egy orvost. Az MRI megerősítette, hogy elszakadt a forgatóizma. A következő lépés a műtét lett volna, de egy nap, amikor az eső miatt nem dolgozott, úgy döntött, nézi a 700-as klubot. Valaki azért fohászkodik most, hogy a vállizmokért imádkozzak. Önnek forgatóizomsérülése van a jobb vállában, és nagyon fájdalmas a mozgás. Erre már felkaptam a fejem, és amikor a jobb vállat említette, felkiáltottam, hogy megvallom, mert ez az enyém. Mint egy kisgyerek a cukorka után. Aztán gondoltam, hogy ha már Isten meggyógyított, akkor talán fel kellene emelnem a karom és dicsérni az Urat. Fel is emeltem, és közben figyeltem, ropogott, de magasabbra emeltem, mint valaha. Én meg elképedtem, mert nem volt többé fájdalom. Egyszerűen elmúlt. 20 év után először úgy dolgozott végig egy napot, hogy nem volt válfájdalma, és Isten úgy meggyógyította, hogy soha nem is tért vissza. Nagyon meghatott. Mindenkinek elmeséltem, nem számít, hogy keresztény vagy sem, elmondom, hogy hé, ezt tette velem az Úr.